Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Jó reggelt! Szervusztok! Azzal szeretném kezdeni, hogy bemutatom a kollégáinkat, Szilási Zoltán és Béni Noémi, akik a CRS kísérletnek a technikai koordinációjában dolgoznak, és uh, a uh, van. Vannak... Nem vagyunk egyedül, szia. Gabi, nem vagyunk egyedül. A, itt van velünk a vezető technikusunk, aki a Noémivel fog menni. Ő mafalidra. Uh, ő sem maradjon ki. Igen. <gül> <gül> <Jó>. <gül> ő nem hall semmit belőlünk. <laughs> Jó, bocsi, bocsi, hogy közel vágtam. Folytasd nyugodtan! Zoli és Noi nagyon fontos szerepet játszik a CMS-ben, ugyanis ahhoz, hogy egy ilyen bonyolult rendszer az simán működjön, ahhoz szükség van olyan a technikai dolgokhoz is jól értő fizikusokra, akik el tudják hárítani a problémákat. Egy másik szerepük pedig az, hogy az egyik detektor, az úgynevezett műon detektornak a pontos helymeghatározási rendszerén is dolgoznak, úgyhogy több ebben is vannak kint, és ők fogják nekünk tartani a mai virtuális látogatásokat. Akkor jó reggelt kívánok mindenkinek! Köszönöm, Gabi, ezeket a szép szavakat. Szerintem a nagy része az csak részben igaz, de nem baj, majd próbálunk valamit tenni az ügyben is. Tehát legyetek nálunk üdvözölve. Egy szolgálati közleményem van, a indulás előtt, vagy az induláskor, az pedig az, hogy ha bárkinek bármikor kérdése van, akkor ne tartsa vissza, kérdezzen azonnal. Ez egy beszélgetés, nem is előadás. Ugye előadást már hallottatok, Gabriella elmondta nektek nagyon szépen a, a, a Standard Modellt, meg valószínűleg az LHC-t is, és meg a CMS-t is, úgyhogy mi ma erre nem fogunk kitérni, viszont el, megpróbálunk egyet -egy sétálni a, a CMS kísérlet környékén, amennyire be lehet járni. Ahol most vagyunk, ez a CMS-nek az új vezérlőtermei, arrébb is húzódok egy kicsit, hogy lássatok bele valamit, hát ez az új vezérlőterem, ami, ami, gyakorlatilag most kezd el élni, múlt héten hétvége fele költöztünk be, még mindig nem költözött be mindenki, még a padló nincsen rendbe rakva, de már, de már üzemelünk, és, és nagyon jól érezzük itt magunkat. Az meg, hogy hol van ez a vezérlőterem, az pedig mindjárt igazítok a dolgokon, az pedig így fog jól látható lenni. A CERN, az, amit CERN-nek hív a nagy közönség, a cern a fő kampusza, az valahol itt van. Amit lehet látni a képen, ugye az, az a kép hátuljában az maga a Mont Blanc, tehát az Alpoknak a vonulatai a momblan Blanc a, a középen. Lehet itt előtérbe látni egy kicsit a Genfi tavat, a, a híres uh, uh, Zseddó nevű... Hát az uh, nagyon pici. Uh, igen, így. mindegy, én tudom, hogy az ott van a kisképen még kevésbé látszik, tehát magát Genf városát, itt van nagyjából a Genfi reptér, aminek azt hiszem, hogy 3 km, 3200 m körüli kifutópályája van, tehát lehet érzékelni, hogy itt a dimenziók azért elég nagyok, és ugye amivel kezdtem hibásan, az maga a cern a fő kampusza, ami itt található, amit keresztül metsz ez a szaggatott vonal, ami meg Franciaország és Svájc államhatára. Ugye itt lehet látni, lehet olvasni is. Na most, ez az intézet, ennek van ugye a, a, az a nagyméretű gyorsítója, amin mi is ülünk, ez a sárga színű nagy hadronütköztető, ami 27 km kerületű. Ma nem hoztam magammal, de megvan az a kép, amikor Budapestre rávetítve, hát azért a nagy körúton kívülre érne igazából ez a kerület, tehát elképesztően nagy jószágról beszélünk, 27 km a kerülete, és ezen a mi kísérletünk, ahol mi most éppen ülünk, az nagyon nem a CEN területén, vagy legalábbis a főkampuszán van, a CEN területén vagyunk, csak nem a főkampuszon, hanem épp az átellenes részben, mélyen Franciaországban, egy Sessi nevű francia kis falu mellett, a mi detektorunk itt van a lábunk alatt 97 méterrel, és hát Tulajdonképpen ez az, amit ma nagyjából be fogunk járni. A szolgálati közlemény másik része az az, hogy sajnos a detektorba tegnap óta már nem lehet bemenni. Tegnap délután, tegnap délután zártuk be a, a, az idei mérésekhez, de mindent, ameddig el lehet jutni, ezt a Noémi meg fogja próbálni. Szerintem, Noémi, te indulj el, én Igen. addig egy kicsit beszélgetek, és fel fogom tenni a teképedet is magunk mellé. Kimondottan azért, hogy hogy uh, uh, lehessen. jó, lehessen látni, hogy te merre jársz. Jó, azért nekem kell egy picit. Jó, úgy látom, hogy itt az kicsit összeakadtunk, és akkor. ha Elveszem a Budapest képét, akkor jobban látszik minden. Jó. Tehát uh, én közben akkor indulok tovább, tehát uh, ugye az már elhangzott nyilván, hogy. Uh, Négy nagy kísérlet van az LHC ö, ö, kerületén. Ugye ezen a furcsa, most már több mint 20 éves ábrán, ez egy 90 es dátum szerepel. Látszik ez a dolog. Van négy nagy kísérlet: az Atlas, egy toroid, toroidika LHC Apparatus, a CMS, a Compact Muon Solenoid, az Alice, egy LHC ion collision experiment, és az LHCB, ami meg az LHCB. Ezek a kísérletek így helyezkednek el a gyűrűn. A két nagy, ugye az Atlas és a CMS egymással szemben van, itt ha sikerül képet váltanom, akkor látszik az is, hogy hogy néznek ki. A két nagy kísérlet proton-proton ütköztetésekre van kihegyezve, és protonfizikával foglalkozik az idejének a jó nagy részében az elis az nehézionokat, nehézion ütközéseket vizsgál, évente nagyjából egy hónapig teljesen lefosztott magokat is ütköztetünk, meg néha volt már más is, de leginkább úromatommag szokott lenni. Na most... Az előbb azért mondtam ilyen bizonytalanul, hogy a proton-proton ütközésekre van kihegyezve, meg hogy a a fizikai programunk jó részt az, mert hát azért a Heavy Ion, a Nehézion programban az Atlasz és a CMS is részt vesz, méghozzá a CMS Heavy Ion programjában azt hiszem, hogy a, a, a budapestiek elég erősen benne vannak. Gabi, javítsák ki, ha nem jól mondom, de jól mondom, tudom. J jól mondom. Tehát, tehát igazából ez nem egy egyszereplős játék az Alice részéről, hanem igazán ott vagyunk mi is az Atlasz és a CMS is. Az LHCB azonban egy különböző jószág, na nem homlok egyenest más, amit csinál, ők a CP-sértés, B-fizika ilyen irányba mennek, ezért is van a kis B-betű ott a Beauty Quarkból a nevükben. Az ő kísérletük ránézésre elsőnál ránézésre nagyon más geometria, mint a miénk, igazából olyan nagyon azért nem más. Nyilván a, a két nagy felfedező kísérletnél, a Atlasnál, CMS-nél, és hát az ELIS-nél is, nagyon fontos a teljes térszög lefedése, tehát mind a 4P térszöget megpróbáljuk detektorral körbeépíteni. Ugye ezt felfedező kísérleteknél azért mondanom sem kell, hogy miért fontos. Az LHCB-nél azonban csak egy ilyen szegmest építettek meg, hiszen az ottani ott vizsgált fizikát fel lehet skálázni a négy szögre probléma nélkül. Tehát az a kísérlet azért úgymond másabb, mint a, mint amilyen. Lehet látni, hogy hát ugye két jó nagy kísérletről van szó. A CMS, ami kompakt, tehát kicsi, itt látszik mellett az öntudatos proletár, mi olyan 16 méter átmérőjű kis kísérlet vagyunk. A párunk az Atlasz, az minden dimenziójában a duplája a mi kísérletünknek. A kettő közötti eltérésről ma még fogunk talán értekezni, ha nem, akkor juttassátok az eszembe, hogy ez miért is, miért is fontos. Azt nézem, hogy Noémi közben ad képet, én az ő képét fel is teszem a magamé helyet, és közben hagyom a szövegemet. Noémi, te merre jársz? Uh, most vagyok a... Tehát nem tudom, hogy ennyit látszódott a régi vezérlőterembe. Semmi, mert hát, közben dumáltam, mert dumáltam. Jó, de ez okay. most már egy kihalt vidék, egy, ugye úgy néz ki, mint azok a lakások, a, ugye albérletek, amikből kiköltözünk, vagy a koli, koli szoba évvégén. Úgyhogy, Igen. Uh, úgyhogy ez ilyen történet. Uh, jelenleg, uh, jelenleg a beengedő kaput lát, láthatjuk, tehát ez a um, alatti világhoz való beengedő kapu, nem lehet csak úgy besétálni. Eh, ahhoz, hogy be, lehessen menni, mindenféle biztonsági vizsgátra kell tenni, és kell, hogy legyen egy személyi doziméter, csak ezzel engednek be. Ezen, ezen az eszközön tartózkodik a, az írisz mintám is, vagy a szem minta, csak ami a alapján az másolata a... nyilván. Igen. <laughs> hát nem adtunk le semmit bejelentkezéskor. <laughs> Úgyhogy most megpróbálok bemenni, nem könnyű bemenni, mert a, a kapu azt is figyeli, hogy egy ember jöjjön be, és nekem vinnem kell a kamerát. Én remélem, sikerülni fog. Általában nem szokott gondod lenni belőle. A Tudom, hogy a hallgatóság már túl fiatal ehhez, de a, a mi időnkben, nagyjából egy húsz évvel ezelőtt volt egy a, a film, amit, aminek az volt a címe, hogy Angyalok és démonok, ami részben... Érintett volt ebben a CERN és legalábbis a, 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 a forgatókönyve szerint, és az ottani e, e, képanyagokban szerepelt egy ugyanilyen beléptető kapu, nyilván nem, tehát nyilván ugyanez a típus volt, de hát nyilván Hollywoodban, e, és abban is volt egy ilyen íris azonosító. Most azt jelentem, hogy azt a típus mi használtuk évekig, azóta ez már a a harmadik generáció, és uh, uh, anélkül, hogy le akarnám lőni a filmnek a cselekményét, csak annyit mondok, hogy ez már mind a két szemet ellenőrzi, és azt is, hogy van-e benne vérkeringés. A házi feladat pedig a film megtekintése. Jó, közben a lifthez bejöttünk, és épp szerencsésen pont feljött a lift. Így van, a, és a, és a Noémi lassan el fog veszni. Jó, én közben azért felteszem a, az én képemet is, és azt is fölteszem mellé, hogy körülbelül hogy néz ki ez a föld alatti világ fölülnézetben, amíg a Noémi képe az nem megy, addig, addig, nem is kell. Tehát ez így néz ki, a Noémi ezen a függőleges aknán megy most éppen lefele, Ezt, mindennek van neve száma nyilván, és, egy, és nem a detektorüregben, bocsánat, fog érkezni, hanem az úgynevezett szervízüreg. De ez a szervízüreg, ez se kicsi, azért nem tudom, figyelitek, hogy ez egy 84 méter hosszú üreg, de mellette tartózkodik tulajdonképpen az, ahol a detektor van. Ennek mindenféle eh, okai vannak, hogy két üreg van. Ugye a, a legfőbb ok az az, hogy van egy csomó olyan elektronikánk, ezt ma fogjátok látni, ami, ami nem jó, hogyha a detektortól 100 méter távolságra van. Ugye ne felejtsük el, hogy a detektor 97 méterrel van a föld alatt, itt a lábunk alatt. Tehát például, hogy csak egy egyszerű tápegységből vinnénk oda tápfeszültséget, akkor olyan nagy lenne a feszültséges esés, hogy igazából hát csak a körüllevő levegőt fűtenénk, igazából egy csomó veszteségünk lenne. Visszafele jövő információknál, hát ugye fel kéne húzni ott a kábelt. Most ebből a szempontból lényegtelen, hogy ez részkábel vagy optikai kábel. Egy csomó eh, problémánk lenne azzal, hogy rossz lenne a jelminőség, rossz lenne a sávszélesség, és a többi. Tehát egy csomó eszköz van, amit oda kell tenni a detektor mellé, mindjárt, folyt, mindjárt engedlek, Noémi, amit oda kell tenni a detektor mellé, nem lehet tetszőlegesen messze, és hát persze ezeknek az eszközöknek egy jelentős része nem bírja a sugárzást, vagy csak sokat kell szeretgetni, ugye akkor így a hozzá ember nem bírja a sugárzást, tehát ilyenek vannak, ezért van egy szervízüreg. A két üreg között pedig van egy, egy jó vastag, lehet, hogy itt lehet látni, egy 7 méternél is vastagabb betonlemez, ami sok mindenre jó, például arra, hogy a két üreg ne szakadjon össze, de ezen felül van egy járulékos haszna, és az például a sugárzásvédelem. Tehát az a hely, ahol a Noémi most van, oda bármikor le tudunk menni, és oda látogatót is le tudunk vinni. Jó, én most adom vissza a Noémit, és adom vissza neki a hangját. Tehát mi lejöttünk a mínusz kettes szintre, <laughs> amúgy ah, jelenek, amit... Éppen mutatok, az a, lehet, hogy az előző térképet vissza kéne vinni, mert van, a, van ott még egy lúg, uh, ott a, 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 a függőlegesaknál, ugye az a lift, ahol lejöttem, az a való, amit most uh, most látunk. Itt van egy fal, ez egy mozgatható fal. Ezt mutatom nyilván éppen. Ahogy, a... ahogy, ahogy vége volt a leállásnak, ezt is zárták. És csak azért, hogy ne legyen az, hogy én hazudok, hogy lent vagyok, meg próbálom mutatni a függőleges aknát, nak a tetejét szerintem, az a fény a legtetején az a földszinti felszíni épületnek a teteje. Igen. Hát, igen, tehát, igen. És igen. ez nagyjából olyan 80. Hát most hogy 88 méteren vagy, nagyjából, 88 tehát amit ott igen. látok, távolság, az nagyjából a sota elméleti tömnek a magassága. És hogy, hogy meg lehet kérdezni, hogy, hogy miért van ez a luk? Hát azért, hogy le lehessen ereszteni dolgokat a, a kísérlet. Több luk is van, több luk is van, ez csak az de, egyik. De ez, ez az egyik. És ami ott balra az a beton, valálátszott um, rész, anna ott megy a lift. Igen, Tehát, nekünk egy kicsit más az a, lift a, a világ, mint a magas épületekben. A magas épületekben azt szokták mondani, hogy ha tűz van, akkor ne használd a liftet, menjél lépcsőn lefelé szépen liba sorban. Nálunk pont az nem... ellenkezője van, jó, te közben menjél be. Nálunk pont az ellenkezője van, ha tűz van, nem szokott lenni, nem is volt még soha, de arra vagyunk felkészítve, hogy ha tűz lenne, akkor mi nem használhatjuk a lépcsőt. A, ebben a lift mögötti, vagy a liftnek a csövében is van még egy lépcső, egy lépcső fölfele, de nagyon nem ajánlják, mert ugye nincs közben semmi pihenő. Tehát ha nem vagy edzésben, akkor valószínűleg nem érsz fölélve. Tehát igazából nálunk az, a, az, amit tanítanak, ilyen balesetvédelemen, hogyha tűz van, akkor elég a lift elé menni ebbe a betoncsőbe, ami túlnyomásos, oda nem tud bejönni se füst, se tűz, se semmi, az ajtók olyanok, hogy biztosan tudják a, 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 a tüzet tartani. És akkor ott megvárod, amíg a lift eljön, érted? A liftnek saját áramforrása van, saját dízelgenerátora van, az nem áll meg sose. Úgyhogy azzal nincsen gond. Jó, Noémi, folytass szerintem közben, mert nagyon izgalmas helyen vagy. Igen, ez a counting room, az egyik uh, szoba, ahol elektronika van. Ehhez a, a, azt ugye elmondtuk, hogy ez a része, ez, ahol a bármikor be lehet jönni, um, független attól, hogy az LHC éppen, éppen ö, üzemel vagy sem. És ö, ugye itt mindenféle elektronika van, amivel vezérelni, vagy kiolvasni, ö, kell a, lehet a detektorokat, vagy éppen ö, jelek jönnek az LHC-ból, vagy has, ö, hasonló dolgok. Tehát ezek mind olyan dolgok, nem tudom, hogy, hogy mi micsoda részt Nagyjából vannak ötleteim, hogy ugye ide az van írva, hogy TK Tech tehát hogy ez a, ez a tracker a nyomkövető detektoré. Itt, és ezek az a nyilván, Igen. Az a ezek, ez erről nyilván ilyen stable beam, meg ilyesmi. Egy, ez, az LHC-ból jövő dolognak tűnik. Egy, le, lehet, hogy ezt te tudod jobban, igen, tehát ez, ez, inkább neked a szakterületed. De amit most a Noemi mond, abban burkolta benne van egy válasz, egy föl nem tett, még föl nem tett kérdésre. Ez az pedig az, hogy mi nem értünk ám mindenhez. Tehát minden egyes terület, látjátok, hogy iszonyú bonyolult ez a cucc, minden egyes részterületnek megvan a maga szakértője, nagyjából sejtjük, hogy mi micsoda. Tehát nagyjából tudjuk, hogy mi hol van, de alapvetően a részleteket, hogy ezekben az adatgyűjtőkártyákban a, az FPGA-k hogyan működnek, meg hogyan megy az adat jobbra-balra, ezt azért csak a szakértő tudja. Tehát van ennek a dolognak egy ilyen bája. Nyilván nekünk is megvan az a rész a mivel amit mi, mi tudunk, nagyon részletesen. Itt pedig, hát azt is látjuk, hogy ez, ez nagy feszültség, ezt tudom, hogy ez a DTE, így van, tehát ez a mionkamráké, de alapvetően, hogy ezt hogy vezéreljük, ennek milyen a szoftveres háttere, azt, azt azért nem tudjuk teljesen a apró részletekig. Azt, az mindig a, az, a, az a csoport tudja, aki felelős a, a, azért a, a rendszerért. Igen, igen. A, Te például a gem egy... dolgoznak a... Így van, így van. Ha ha végeztünk, lehet, hogy a Noémivel mi éppen fogjuk őket követni. Nekünk mostanában a Gemhez elég sok közünk van, úgyhogy... És ugye felmerült a kérdés, hogy ú, mi, itt milyen sok kábel van a, a szekrényekbe, és nézzünk be az állpadló alá, tehát nem egy igen, tehát egy 20 centi normális centi irodaházban, igen, <laughs> egy normális irodaházban van egy ilyen 40 centi, 70 centi sápadló. Na nálunk ez olyan, hogy fel lehet benne egyesedni. Ezek mind nagy Ezek nagy feszültségű kábelek, de van egy halom ugye adatkábel, ami átjön. A detektorüreg meg a szerviz üreg között három ilyen kéményszerű átmenet van, ezek is ilyen hát sikános dolgok, látsz? hogy a sugárzás királyolja, hát nem nagyon lehet látni. A sugárzás nem tud kijönni, a kábel meg be tud menni, igen, ott lehet, na most De lehet azt lehet látni, kérdéken, hogy elég, mély. elég lent van. Igen, ez elég mély. Tehát, Tehát ez, Tehát egészen mélyre, mélyre. a detektor alá, és ugye azt a 7 méter falat azt ki kell kerülni igen. a kábelnek. Úgyhogy amik itt mennek le, ez mind a gázszobából, a gázcsövek, meg még kábelek, amik jönnek. Ugye kell egy halom, tehát alapvetően nekünk ugye van 120 millió adatcsatornánk, és mindegyiknek kell biztos, hogy valamilyen tápfeszültség, tehát ez garantált, egy csomónak kell nagy feszültség, vagy előfeszítési feszültség, tehát ugye a, a, a szilícium alapú detektoroknál a bias voltage, van egy halom gáztöltésű detektorunk, a műon rendszer az tulajdonképpen teljes egészében gáztöltésű detektorokból áll, ezeknek mindegyiknek, hát legalábbis van egy pár gázmixtúra, amit használunk, tehát azt is keverni kell, azt is ellenőrizni kell, természetesen mindenki adatot ad valamilyen módon, most már egyre többen optikán tolják ki az adatot magukból, ez egy hatalmas kábel összeköttetés a Detektor meg a frontend elektronika között. Eh, hát nyilván ez egy ilyen játék. Olyan. Miért piros az az ajtó? Igen? A sorok... Á, annyit azért, mondjak, hogy oda... Bárján, hogy kapunk igen? egy kérdést, jól hallom? Igen, igen, lehet, hogy itt ennél a saroknál megkérdezném, hogy hát rengeteg gázzal dolgoztok itt a föld alatt. Mi történik akkor, hogyha valamelyik cső kilukad, és nyilván itt akkor nehéz kimenekülni? Hogy, hogyan védekeznek ez ellen az ott dolgozók? Hát alapvetően az a, az a történet, hogy mi mindannyian fel vagyunk készítve arra, hogy mit kell csinálni akkor, ha ez bekövetkezik. Tehát egyrészt tudjuk pontosan, hogy merre kell menekülni, erre tréningek vannak, rendszeresen gyakorlatok, vizsgák, stb. Mindenhol el van helyezve a menekülési útvonal, bár ez mondjuk most már új szabály, ez mindenhol még a lakóházakban is van otthon, és hogyha elfogyna a levegő, tehát van egy halom olyan szenzorunk, ami méri a levegőben az oxigén koncentrációt, és hogyha két szenzor egyszerre 18 alatti értéket mér, akkor egy olyan riasztás jön, ami azt indikálja, hogy nekünk azt a babán levő cuccot kell felvenni. Igen, meg hát ott akkor villog, meg visít minden. És a piros szekrényben meg ott vannak ezek a maszkok amit mindannyian megtanultunk fölvenni adott időben, tehát mielőtt még elájulnánk. Ebből vizsgázni kell. Ebből vizsgázni is kell, és azoknak, akik hát a legtöbbünknek ebből két évente, vagy három évente vizsgázni kell. Most azért vagyok ilyen bizonytalan, mert én meg tréner voltam, és nekem 2100-ig van engedélyem, de, de alapvetően ez olyan, amire nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, Nyilván a, a kérdésedben, Péter, az is benne volt burkoltan, hogy safety first, tehát nálunk a, az elsődleges az nem a fizika, hanem a biztonság. Úgyhogy a fizika az a második rendkívül fontos dolog. E, igen, most látjátok, hogy a vezetőtechnikusunk egy olyan mozdulatot tesz, amitől nekem a hátamon feláll a szőr. De, de nem fogja kinyitni az Nem fogja kinyitni az ajtót, igen, mert akkor abból magyarázkodni kéne. Miért van különböző szín, Noemi, és ez miért piros? Mert persze a piros az egy jó színén szeretem. A piros az szeménység. ugye általában az, az a szín, hogy állj, meg a figyelmet. Ez egy interlocked ajtó. Hú, ezt magyarul hogy lehet jól lefordítani? Tehát a, az LHC működésével kapcsolatban van, tehát hogyha ha a gyorsító üzemel, és van benne nyaláb, és ha én ezt az ajtót kinyitom. Noémi most éppen akkor, itt van, pont, ahol mutatom, és innen megy egy, megy egy. megy egy valami kis folyosó, ami elvezet egy második lifthez. Tehát ez egy menekülő útvonal, csak ez a menekülő útvonal nagyon közel van a gyorsítóhoz olyan köze, hogy innen már nincsen több lezárt ajtó a gyorsító felé egyik irányba sem. Tehát ha, ha ezen az ajtón túlmegy a átlagfelhasználó, akkor már több olyan ajtó nincs, ami a, az LHC-hoz, vagy az lhc való eljutás blokkolná. Ergo, ez az ajtó van felszerelve, mi az a földi jó, amivel Noémi? Tehát, Hogyha feltöröm az ajtót ha feltöröm az ajtót, akkor ha a gyorsító üzemel, akkor, akkor meg is állítja. Így hát, van. mert az a cél, hogy, hogy ne, ne eszkáljunk be olyan helyre, még véletlenül se, ahol, ahol nyalábot látnánk. Így van. Úgy Tegnap hogy... is volt egy virtuális vizitünk, meg is kaptuk azt a kérdést, hogy hát ugye van egy olyan urban legend, mely szerint hát történt egyszer De egy a olyan baleset. Én megyek hogy... a, a Jó, rét hogy valakit fejbe talált egy protonnyaláb. Ez tényleg, ez nem urban legend, ez tényleg megtörtént az oroszoknál valamikor a 60-as években, és az tényleg egy nagyon súlyos biztonsági szabályszegés kapcsán történt meg. Tehát biztonsági rendszereket iktattak ki, nem vették figyelembe az ilyenkor szükséges magatartási szabályokat és a többi, és a vége az lett, hogy egy kollégának, így a homloka közepén megjelent a protonnyalább. Túlélte, de azt mondta, hogy olyan, mintha ezer nap gyulladt volna föl a fejében. Nem kellemes dolog. Mi ezt ezt minden áron meg akarjuk akadályozni. Tehát minden olyan eszközünk, ami, amit itt láttok, az mind azért van, hogy még véletlenül se tudjon az átlagfelhasználó szembe találkozni a nyalából. Tehát az az ajtó, amit láttatok, piros ajtó, az azért interlokkolt, mert ha én azt feltöröm, akkor, akkor leáll a gyorsító, akkor, akkor onnantól kezdve annak az újraindítása az egy komolyabb folyamat, mármint, hogy nem azért, mert a gombokat nyomogatni kell, hanem azért, mert mindent le kell papírozni, le kell ellenőrizni, újra kell úgymond patrolozni, ezt mi hívjuk itt szakszóval, a, a, a régiót, és le kell zárni. A sárga ajtó, amit ott láttok, most magatok előtt, az is hasonló ajtó, csak azért sárga, mert időnként át lehet rajta menni büntetlenül, de látjátok, nem árulom el, hogy mivel lehet feltörni az ajtót, úgyis rájönnétek magatoktól. Ha a, most feltörjük az ajtót, akkor az a patról, ami ehhez a magához a, a mérőcsarnokhoz tartozik, mérőüreghez tartozik, az megsérül, és onnantól kezdve nyalábot nem lehet egész addig indítani, amíg ezt újra nem csináljuk. Ezt a patrolt, ezt a vizsgálatot, ezt több ember csinálja egyszerre, ezt tegnap délután csináltuk, 3 óra 30 után, és amikor kijöttünk onnan, akkor lezártuk a magát a mérőüreget, és ezt deklaráltuk is. Tehát innentől kezdve nem lehet bemenni. Látjátok, hogy ott villog a, ez a piros lámpa, nem a vonat jön, hanem a nyaláb nem sokára, egy-két napon belül jön. A irányítás most már a, a, az LHC vezérlő terméje. Ha Noémi most megpróbálja ott a kártyáját leolvastatni, az érdekes lenne. Olvastasd <laughs> már le. Csak, csak játékiból. Ez még büntetlen. Semmi. Csak hát, kaptam hát... egy sípolást. Igen ki vagy rúgva, Ha be lehet menni, tehát néha előfordul az, hogy patrolált helyre be lehet menni, olyankor kapunk kulcsot, azt majd Noémi megmutatja ezeket a kulcs így, így van. Ez ott van a, magában ebben a szerkezetben, és a kulcsal mehetünk be, és a kulcsot vissza kell tenni a helyére. Tehát nem akárhogy, hanem a helyére addig, amíg ez nem történik meg, addig ez egy elég komoly hardware interlock. Tehát nem csak egyszerűen szoftveresen tiltjuk a, az új proton hanem hardveresen, tehát valami kontakt nem zár. Tehát ennyire komolyan megy ez a történet, nagyon nem akarjuk azt, hogy bárki szembe találkozzon a nyalából. Zoli, hallott? Igen. Igen, mond. Esetleg, nem tudom, gondolom már a mágnes megy, ugye? Megy a mágnes. Noémi, van-e nálad játék? Van, van nálam, csak éppen itt van a látogatócsoport, úgyhogy. Nem baj, hát um, ö, most nem érdekelnek most... ők. Jó, csak én meg alig hallok ö, mást. Oké, okay. ja, tehát jó. van nálam Májneses tér indikátor. Ö, ez. Ö, ö, ne, ez Gemkapocs. Ö, itt van hát, Ez milyen az drága a... holmikkal dolgozunk. Az, az ott a <síns> 7 méteres 7 méteres fal, és van lánccal is, azt lehet látni, hogy ő, ő nem, szeret, nem, a, nem éppen a gravitáció irányába akar beállni, hanem, hanem inkább a fal irányába, és azt, hogyha itt találok egy, lehet, hogy ez jó, nem? Nem, nem, már, az az, a, a, az, az a célcsavar. Azért kicsit hazudni kell, de, de azért így is látványos a dolog. Uh, tehát az acél azért ott összegyűjti a, a mágneses erővonalakat. Azt azért tudni kell, hogy az a tér, ami ott van, ez azért nem túl erős. Ez arra erős, annyira erős, hogy gémkapcsokat lehet vele mutogatni, játszani, de alapvetően ez azért nagyon nem teszlák, amik ott vannak. Ez, ez talán egy-két milli lehet, ami tér ott van. Bent a detektor közepén, és akkor előveszem azért azt a képet is. A detektor közepén van nekünk egy borzasztó erős mágnesünk, igen, tehát itt van a mágnes a detektor közepén, ezen belül 3,8 teszla mágneses teret csinálunk. Ami vörös, amit itt láttok, az mind mágnes vas, tehát ez úgy viselkedik, mint egy vasköpeny, nem vas maga tekercs körül, hanem a, Pocsóban, vas, vas maga tekercs körül. Tehát, tehát, kívülről a mágneses teret szépen magába gyűjti, úgy is van méretezve, hogy beférjen az összes erővonal, anélkül, illetve úgy, hogy közben telítésbe menjen a mágnes vas. Úgyhogy, tehát egy szépen tervezett dolog, nem véletlenül ekkora méret. És hát a, a, lényeg az az, hogy ezen kívül persze szóródik valamennyi, és ez az a szóródott tér, amivel a Noémi tud most ott mindenféle játékokat trükközni. játszani, trükközni. Közben én én azért rákérdeznék, hogy kérdések eh, hogyan alakulnak nálatok, Gabi, Péter, mert eh... Tehát azért, azért össze lehet szedni, és hogyha egy picit hátrébb megyünk, nem olyan nagy ez a tér. Igen, akkor szét fog hullani. Igen, ilyen fog hullani. azért hullik, már. Hullik már, igen, most már hullik. Jó. Tehát jó, hát nyilván ez ilyen, tehát, tehát itt, itt, már valószínűleg a félmilli tesla alá esik rendesen a mágneses térértéke. Tehát nem, a, nem ezek a kis gemkapcsok mágnesesek, hanem tényleg itt a, a tér ilyen. És itt még a látogatóknak fel van rakva egy egészen hosszú lánc is. Igen, igen. Mennyi időnk van még? Hát körülbelül öt perc, és utána hagynunk kellene egy kis időt itt a diákoknak a laborok előtt egy kis perc is. Én akkor azt javasolom, hogy kérdezzetek. Én közben megyek a minusz egyre, jó? Jó, jó, persze, persze, persze. Én fönnhagyom a te képedet, tehát látványvilágekért lesz. Bárkinek bármi kérdése? Jó, amíg érnek a kérdések, szerintem én leveszem az én pofámat, mert az annyira nem nem látványos. A Noémi körbeviszi egy kicsit a kamerát. Lehet, hogy visszateszem, mert igazából még egy dolgot el kell mondani, de szerintem Gabi, te ezt már említetted a csoportodnak, tehát ez a detektornak a metszete, amit most lehet látni. Valahol itt bent van az ütközési pont, és akkor a radiálisan így megy fel a történet. Ugye azt szoktam mondani a látogatóimnak, hogy a W, meg a Z, meg a Higgs bozonok felfedezésére azért itt tosztogattak Nobel-díjakat, de hát az be kell vallanunk, hogy ezeket közvetlenül úgy, hogy itt repül a Higgs bozon, ilyen módon nem láttuk, és ennek egyszerűen az az oka, hogy hát ezek a részecskék, ugye az előbb említett három, az iszonyú rövid ideig élt. Tehát ilyen 10-20 valahanyadikon másodpercig, aminek a következtében ők borzasztó kisutat tudnak megtenni, mielőtt elbomlanának. Tehát a Higgs esetén ez karakterisztikusan a protonnak a átmérője, tehát magyarul a nyalából nem tud kijönni, nem nemhogy a nyalábcsőből, vagy a detektorba behatolni. Amit tudunk nézni, az a, ezeknek a részecskéknek a bomlása, tehát ugye ez egy olyan ábra, mintha lefényképeznénk, hogy mi történt a detektor belsejében, de hát ti most fogtok majd ilyet csinálni talán, és hát ezt a, egy ilyen ábrából próbáljuk meg, hát nem egyből, rengetegből, próbáljuk meg rekonstruálni, hogy ott belül középen mi történhetett. Ugye minden egyes pályához tartozik részecske, van ahol, van ahol, van olyan részecske, ami semleges, akkor ahhoz nem tudunk pályát alkotni, de például meg tudjuk mérni a hozzátartozó energiát, különböző részecskék vannak, ugye, és erre való az, hogy féle detektor elem van. Tehát van úgynevezett tracker detektor, pályaelem meghatározó, ez egy szilícium alapú félvezető detektor, ahol a töltött részecskék elektronjuk párokat keltenek, és csinálnak mindenféle jóféle pályaelem adatot, amit rekonstruálni lehet. Aztán vannak kalorimétereink, amikkel a részecskék energiáját mérjük, nálunk kétféle kaloriméter van, van egy elektromágneses, ebben 77-78 ezer kristály van, és a kristályban elnyelődő elektron, illetve foton mindenféle apró jóféle folyamattal alacsony energiás fotonokat kelt, és ezek számából tudunk igazából energiát mérni. Aztán a hadronok, tehát a kvarkokat tartalmazó részecskék, azok egy másik, kaloriméterben nyelődnek el, ahol bronz és szintillátorlemezek vannak, ott magfolyamatok kapcsán lesz mindenféle ilyen apró folyamat, és ebből lesznek különböző felvillanások a szintillátorokban, tudunk mintát venni magából a, ebből a, a lavinából, és abból tudunk energiát mérni, és hát van, van olyan részecske, ami meg mindenkin áthatol, az egyik a neutrino, ami el is száll, és mi nem tudjuk mérni, de van olyan részecske, például a műon, ami borzasztó nagy áthatoló képességű, átszalad ezeken a nagyon nehéz kalorimétereken is, és meg még a mágnesen is, és gáztöltésű detektorokban képes ionizációs folyamatokat csinálni, ilyen kamrák azok, amikkel a műonokat tudjuk detektálni. Ugye érezhető, hogy ezek a pályák nem egyenesek, legalábbis egy csomó részecskénél, hogy a töltött részecskék pályája nem egyenes, azért, mert egy borzasztó erős mágneses térben van maga a belső része a detektornak, és egy nem sokkal kevésbé erős mágneses térben meg a külső része a detektornak. Tehát az történik, hogy a töltött részecskék pályája meggörbül, és ebből a pálya görbületből tudunk még impulzust is mondani. Tehát tudunk mondani irányt, ilyen pályát, tudunk mondani impulzust, tudunk mondani energiát, és abból, hogy melyik detektor szólal meg, még azt is meg tudjuk mondani, hogy milyen részecske keltette ezt a jelet. Tehát végül is jó eséllyel rekonstruálható, vagy legalábbis jó, ide azért majd lábjegyzetek sokaságát lehet tenni, rekonstruálható a ütközési pontban ö, történt folyamat. Jó, Noémi, te merre vagy? Én éppen, ha már mágnesről beszéltél, a CMS mágnesnek a területén vagyok. Ez maga az a, az a eszköz, ami folyékonyá teszi a héliumot, és át is pumpálja a kísérleti üregbe, ezen a, a vastag Lát, igen, hogy az, elég egyenesen azt, eddig arról elég <laughs> szemérmesen nem nyilatkoztunk, hogy ez a marha erős mágnes, ez egy szupravezető mágnes, ez egy klasszikus niobium-titán szupravezető mágnes, ami, ugye azt mondtam, hogy 3,8 tesla mágneses teret kelt, a benne folyó áram erőssége, az pedig ilyen 18640 hát, amper. Igen. Ahhoz e, is itt vannak a, a vezetékek. Igen, igen, igen. <laughs> Na most ezek sze... Igen, ez szobahőmérséklet, amit látsz. Ami, ami, bent van a detektorban, ott a keresztmetszetek borzasztó kicsik, de hát ugye ellenállás nélkül vezetjük ott bent az áramot, tehát e, tényleg nagyon kevés, nem szupravezető kapcsolat van a, egy ilyen tekercsben, az azokon eldisszipálódó energiát meg a hélium nagyon szépen elviszi, e, és hát lentartja magát a, magát a, a niobium titán vezető anyagot szupra vezető állapotban. Na most hát ehhez kell egy, egy jó erős hűtőgép. Ez az, amit a Noémi mutat. Általában ide se viszünk látogatót be. Nem, igen, nem vihetünk látogatót, pontosan azért, mert biztonság az első. Így van. Azért itt sok a Igen, ha itt most a elfogy a, a, levegő, akkor ha elfogy a levegő, akkor a Noémi tudja, hogy merre szaladjon. A látogatóknak meg már akkor nehéz elmagyarázni. Jó. Na, egyébként na, nem na, szokott elfogyni a levegő. Mondjad, Gabi. Lassan be kellene fejeznünk, mert a következő dolog, is időben kell elkezdeni. Jó. Én, én akkor köszönöm, hogy velünk voltatok. Én tudom, hogy nagyon szigorú a menetrend, úgyhogy én akkor hagylak titeket menni ma, és én azt kérem, hogy folytassuk valamikor. Várjatok, egy picit van egy kérdés. Mondd. Jaj, jó, menjen. Igen. Uh, én azt szeretném megkérdezni, hát, igazából több kérdés, mert már nincs. É, é, beszélj a, a mikrofonba, légy szíves, oh, mert... mert... Nem, nem, Jó. Nekem az lenne a kérdésem hogy azt hogyan oldják meg, hogy pontosan a detektorban ütközzenek a protonok, mondom, a protonokat ütközhetnek. Igen, köszönöm a kérdést. Ez egy, ez egy, tulajdonképpen ez az egyik titka, egy, ahogy szoktam mondani, hitünk szent titka. A, gyorsítóban a nyalábokat, ugye mágneses terekkel tartjuk egyáltalán körpályán, vagy legalábbis a gyorsítócsőben. Na most egy, -egy, egy a gyorsítóban csomagokban utazik a proton. Ennek, ennek gyorsítás technikai okai vannak, egy-egy csomagban 100 milliárd proton van, és nagyjából ilyen néhány milliméter, max. egy centi átmérőjű a nyaláb, ami utazik. Na most ez borzasztó híg. Tehát ha ezt, ezt engednénk egymásra a detektor közepén, ugye az se lenne egyszerű feladat, de akkor borzasztó kevés ütközés lenne. Ezért a detektor előtt van egy olyan fókuszáló rendszer quadrupol mágnesekből, ami a nyalábot a hajamnál vékonyabbra, néhány száz 10 mikron vastagságúra nyomja össze, és úgy engedi egymásnak, a detektor közepén, tehát irányítja is őket, és pontosan a detektor közepén ütközik. Ez a feladat nem túl bonyolult, olyan, mintha egy tűfokán kéne átlőni. Hogy a tű a holdon Köszönöm szépen. És ez az egyik, ez, ez egy borzasztó bonyolult dolog, azt, azt szeretném ezzel csak illusztrálni. Erre nagyon komoly, nagyon jól megoldott szupravezetőmágneseket használunk. A maga a gyorsítás folyamatában az egymásnak engedés és az ottani beagyusztálás az egy külön feladat, nagyjából 10-20 percig is eltart az AHC-ban. Igen. Igen és Köszönöm a nem, kérdést. Ezt nem tudom, ezt nem rontja el az, hogy a detektor belsejében ilyen nagyon nagy mágneses tévedés? Ezt mi mérjük. A kérdés szintén jogos. Valóban azt lehet várni, hogy a mágneses térnek valamilyen hatása van a proton pályájára. Ezt minden évben kötelező letesztelni. Egyébként ennek lesz majd a tesztje a hétvégén. Eddig mindig azt találtuk, hogy azért, jó, nem titok, térirányba, tehát a tér tengelyének az irányába történik a protonoknak a mozgása, tehát azért minimális hatást várunk, de valóban a kérdés jogos, ezt az effektust minden évben mérjük, Eddig meglehetősen kicsinek találtuk, tehát gyakorlatilag elhanyagolható. Nagyon so, szépen van, Erre a oda kell figyelni. Azt, és bocsánat, hogy le kell lőni benneteket, de miután 12. tanítási órákat tartanak a laborokban, ezért Ajjaj. sem lehet elkésni. Akinek kérdése van, nagyon-nagyon szívesen válaszolunk nektek vagy a szünetbe, vagy ötkor, amikor vége van az egésznek. Bárki, akinek sok-sok kérdése van, az is itt maradhat velünk, és itt vagyok én is, a kollégáim is, és minden felmerülő kérdésre válaszolunk nektek a látogatással kapcsolatban is. Zoli, Noémi, nagyon szépen köszönjük a segítségeteket! Örültünk, hogy itt voltunk veletek, Igen. és találkozzunk minél hamarabb. Sziasztok! Sziasztok!